Üdvözlök mindenkit, egy újabb videóval készítettem számotokra, mégpedig elkészítettem az első ilyen Future of Europe mapping. Tudjátok, mi ez, csak értitek ezt a térképjátéknak az első részét. A címet még amikor itt vágom, annyira nem találtam ki, de majd mire fel lesz töltve, akkor már ugye ti látni fogjátok a címbe, hogy mi lesz a kis fantáziatús nevem. Az egész sorozatot amúgy magyarul csinálom, úgy döntöttem, mert mégis magyar, ti vagytok a nézőim, és magyarok vagytok, úgyhogy miért csináljam angolul. Ez az első rész egy elég rövidke rész lett, egy kb. 50 másodperc az egész, szóval nem kell olyan ugye sokra számítani most így hirtelennyében, viszont ami most így kapásból feltűnhet, hogy kicsit más, mint a map. Én úgy döntöttem, hogy nevek helyett inkább ezeket a színeket használnám, mivel szerintem egy kicsit jobban ki lehet venni, hogy kinek ki a, tehát melyik terület kié. És igen, viszont nem szeretném itt tovább húzni a szót. Annyit még meg kell említenem, ami nagyon fontos, hogy ennek semmilyen politikai jelentősége nincsen. Tényleg csak a játék, mondjuk játék szempontjából csinálom. Tehát tényleg ebben nem kell semmilyen politikai tartalmat látni. Én ahogy gondolom, vagy ahogy viccesnek találom, vagy ahogy jól néznek ki, vagy értetek, tehát ahogy gondolom, úgy csinálom, meg persze ahogy ti is akarjátok látni. Az első rész végén, oda is lesz írva, most hát ennek a résznek a végén, ami a pofázásom után jön, az oda lesz írva, hogy ti dönthettek, hogy mi legyen a folytatás, hát nem spoilerezek, de döntsetek, hogy ki fog nyerni. Úgyhogy, ja. Köszönöm a figyelmet, és jó szórakozást a térképes játékhoz, vagy nem tudom milyen. Na, viszont, ja, és akkor a többi résznek az elején már nem lesz ilyen sok pofázás.